Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, a nagyszámú érdeklődőt. Egy rendhagyó sajtótájékoztatót szerveztünk a mai napra. Szeretném bemutatni a két vendégemet, Farkas Editet, Döbrököz polgármesterasszonyát, Lőci Lászlót, Jágónak polgármesterét. Idén 2015. június 27-ére egy olyan programot szervezünk a három önkormányzattal közösen, valamint a Dombóvári Művelődési Házzal, mely reményeink szerint hagyományteremtő lesz. Kevesen tudják, hogy Dombóvár környékén egy 32 kilométeres túra alkalmával 6 középkori várat lehet felkeresni. Ez a 6 vár, Döbrököz Verbőci vár, a Szarvasdi vár, a Leány vár, ez a Pécsi és a Bátaszéki vasúti deltába található Dáró vagy Daruvár Jágónak területén, a Gólyavár vagy Dombói vár és a Szigeterdei vár. A várak között van olyan, amelyet rekonstruáltunk, így a Szigeterdei vár, van olyan, ahol régészeti feltárások zajlanak a jelenkorban is, ilyen a Gólyavár, de vajon van olyan a várak között, melyről írásos emlék is nagyon kevés van, illetve van olyan, ahol régészeti feltárás nem történt, de régészeti feltáráson kívüli dokumentumok, írásos emlékek szép számmal fellelhetők, ilyen a Döbrökközi Verbőci vár. Erre a napra jellemző lesz a teljesítmény, hiszen 32 kilométert kell gyalogolni, első hallásra talán soknak tűnik, ugyanakkor a domborzati viszonyok miatt nem legyőzhetetlen a táv. A teljesítményen kívül a tudás lesz a jellemző, hiszen sok mindent megtudhatnak a résztvevők ezekről a várakról, valamint a túra középtávján a Dombóvári vasútállomás kapos felőli oldalán egy megemlékezést is tartunk, hiszen ehhez a naphoz nagyon közel, 1944. június 30-án csapódtak be az amerikai bombázóknak a bombái, és okoztak 12 új dombóvári vasutasnak halált. Tehát a kaposparton rájuk is emlékezni fogunk. Lesznek ügyességi állomások, ezt azért is szervezzük, hogy minél érdekesebb, élménydúsabb legyen a túra, tehát egy élménytúráról is beszélünk, játékos elemekről van szó, és egy olyan Verbőcius pénznemet találtunk ki erre a napra, amit a túra végén majd be lehet váltani. És hát erre a napra jellemző lesz a szórakozás, hiszen a túrának a központi rendezvényei egyrészt Döbröközön korán reggel lesznek megtartva, erről majd polgármesterasszony beszél mindjárt, aztán a Dáróvárban, valamint a Szigeterdei várban. A Szigeterdei várban déltől egy középkori vásárt szervezünk, és 3 órától folyamatosan nagyon érdekes programokat tartunk. Az események közül szeretném kiemelni azt a 19 órai harci játékot, amikor lovagokkal, azokkal, akik itt vannak a háttérben, és nem szellemekről beszélünk, hanem egy hagyományőrző egyesület dombovári tagjairól, akik már a hétvégi simontornyai ütközetben is megmutatták a bátorságukat. Igaz, hogy ott én úgy emlékszem, páran közülük meghaltak, de hát most újra itt vannak. Tehát az ő részvételükkel és még nagyon sok más hagyományőrző egyesület részvételével eljátsszuk az 1536-os, 37-es dombói ütközetet, valamint az 1543-as kozári ütközetet. Az első ütközetről azt kell tudni, hogy ebben a csatában sebesült meg Tinódi Lantos Sebestyén. Igaz, hogy egy kis fantázia szülemény is lesz benne, de hát ez már legyen a mi jogunk. Amikor Tinódi Sebestyén úgy sebesül meg, hogy többet kardot nem tud ragadni, és innét kezdve Lantos lesz, tehát egy dalnok. Aztán van még egy nagyon híres csata, amit Verbőci Imre seregében végzett. Ez a Kászombég elleni csata, amikor több mint 90 török fejét vágják le, rendkívül sok foglyot ejtenek, és ezek a foglyok később Döbrököz várába kerülnek átszállításra. Hát sajnos pár év múlva aztán ezt a dicsőséget a törökök revansként visszaveszik és legyőzik a Verbőci sereget. De mi ezen az estén csak a szépre szeretnénk emlékezni, tehát olyan csata jeleneteket megeleveníteni, amikor a magyar seregek a győző fél. Ugyanakkor nyilván, ha lesz magyar sereg, akkor kellenek törökök is.
Tatáról és Szigetváról érkeznek hagyományőrző egyesület tagjai, akik partnereink ebben az egész napos rendezvényben. Lesz ágyúszó, puskaszó, hangos puskalövések, közvetlen kézitusa, közvetlen lovagi, lovas és gyalogos torna, tehát igazi izgalmakra lehet ezen a napon számítani. Én át szeretném adni polgármester asszonynak a szót, aki kicsit megvilágosítja nekünk, hogy a reggeli órákban Döbrökközön mire is lehet számítani. Köszönöm szépen. Januárban keresett meg engem Dombóvár város polgármestere azzal az ötletével, hogy a településünk környékén lévő 6 várat érintve egy túrát szervez. Az ötlet nagyon tetszett, ezért csatlakozik Döbrökös község is a rendezvényhez. Július 27-én reggel 7 órától a Döbrököci Verbőci vár ura, Verbőci István és felesége Herceg Katalin várják a túrára a érkezőket, a regisztrálókat és minden kedves vendéget. A reggeli órákban a döbrökközi hagyományos likas kalácssal kínáljuk a versenyzőket, nevezőket. Egy kis erőt is ad a kalács az egész napos túrához. Aztán egy rövid lovagi torna bemutató után Tünodi Lantos Sebestyén műveiből egy lantművész előadását hallgathatjuk meg. Majd ezután a középkor világába átlépve stílusosan egy ágyú dörgéssel veszi kezdetét a túra. Bízunk benne, hogy sokaknak felkelti az érdeklődését a Hatvár Hatrád elnevezésű túra, és sokan csatlakoznak ehhez a középkori hangulatban eltöltendő egésznapos rendezvényhez. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Javlónk önkormányzata nevében mindenkit. Nagyon örültünk neki, mikor Dombóvár város önkormányzata megkeresett minket ezzel az ötlettel. Nagyon tetszett nekünk, mivel nem csak a most élő fiatalok, hanem a régi idősek se emlékeznek erre a váromra, ami Jágónak északi részén található. Remélem, hogy ezzel a programmal nagyon sokan meg fogják ismerni ezt a helyet, régiek, újak úgy szintén. Nálunk különböző vetélkedőkkel várjuk a résztvevőket, és mellette hagyományőrzős ételekkel szeretnénk fogadni a vendégeket. Csöregefánkkal és rétessel, és ezeket a vetélkedőn szerzett érmeket lehet beváltani különböző ételekre és italokra. Az italt az pedig a Jágonok Aranypartnak a borászaitól fogjuk megkapni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindkét polgármesternek, polgármester asszonynak, polgármester úrnak, hogy partnereink ebben a hagyományteremtő túrában. Nincs más hátra, mint még egyszer invitáljak mindenkit arra a napra, amikor hat vár, hat rád, a túra, ami nem várhat, ez a jelmondatunk. És hogy ne csak szobroknak tűnjenek a mögöttem lévő harcos lovagok, ezért arra kérem őket, hogy búcsúzaul ők köszönjenek el a kedves dombóváriaktól, valamint a televízió nézőktől. Vivat Verbőci! Vivat! Vivat Verbőci! Vivat! Vivat Verbőci! Vivat!